A Sajómenti Népművészeti Egyesület a Kazincbarcikán és környékén alkotó képző, ipar és népművészek egyesülete, amely 2006. novemberében alakult meg 16 fővel. A szervezet meghatározó szerepet játszik Kazincbarcika művészeti és kultúra teremtő életében. Tagjaik 38 különböző szakágat képviselnek, akik rendszeresen vesznek részt közös és egyéni kiállításokon, vásárokon, gyakran szerveznek a fiatalabb generációnak játszóházakat, táborokat, szakköröket, tovább éltetve és ápolva így a hagyományokat. Van egy unokám, aki most 10 éves, és mindig azt mondtam neki, hogy nem csak a számítógéppel lehet játszani, és tényleg ezekkel a kényves dolgokkal nagyon szeretik a gyerekek, és azt szeretnék, hogy ne a számítógép előtt üljenek, hanem tényleg próbálják ezeket a kényves dolgokat, és az alkotás öröme azért legyen meg nekik is. Tevékenységüket 2017-ben Kazincbarcika közművelődéséért civil díjjal, 2019-ben pedig Barcikart kitüntetéssel jutalmazta az önkormányzat. Jelenleg 71 tagjuk van, közülük 30 alkotó munkáiból nyílt tárlat a Mezei István Művészeti Központban november 16-án. A kiállítást a Barkó Kézműves Egyesület alelnöke nyitotta meg. Farkas Éva hangsúlyozta, szerencsés a város, hogy az itt élő kézművesek és a gyermekek háza munkatársai tovább ápolják a hagyományokat. Ez egy olyan fantasztikus hely, én úgy meg vagyok hatva attól, amikor ide eljövök, hogy a gyermekek házában egy ilyen kiállítást lehet megvalósítani, és ebben nem csak az a jó, hogy megvalósul, hanem tele van most is a megnyitó fiatalokkal. Én nagyon-nagyon boldog vagyok ehhez, és nagyon-nagyon szívből gratulálok a gyönyörű kiállított alkotásokhoz, és ahhoz a munkához, ami ebben az épületben folyik. A rendezvényt az Aranypáva díjas és Aranypáva nagydíjas Galagonya Citera zenekar népzenei produkciója színesítette. Az együttes szintén tagja az egyesületnek. A tárlat 2024. január 5-ig tekinthető meg minden hétköznap 9 és 18 óra között.